Műpa idén 18 éves, első perctől fogva, hogy megnyílt, elkezdte dokumentálni a itteni előadásokat. Egy nagyon értékes, hatalmas zenei gyűjtemény állt össze. Szeretnénk átadni ezt az iskoláknak, az iskolásoknak. Az oktatási hivatallal elkezdtünk erről tárgyalni, és most idén elkészült ez a megállapodás. A nemzeti alaptanterv kidolgozásánál nagyon fontos szempont volt, hogy a gyerekek valóban értékes zeneművekkel találkozzanak, megismerjék a magyar zenekultúrát a népdaloktól kezdve, de egészen a kortárs művekig egy nagy-nagy ívet jár be ez az összeállítás, ebben tudtam én is segítséget nyújtani. Ismerve sok énektanár küzdelmesen gyönyörű munkáját, kihívást, ezt a küldetést tulajdonképpen nagyban segíti a MÜPA által a Nemzeti Oktatási Poltárra feltöltött zenei anyag. Minden olyan kulturális cselekedet, ami a gyerekek jövőjét gazdagítja, és az ő kulturális terüket kibővíti, az mind a fenntarthatóságról szól. Hiszen, ahogy a föld vagy a gazdasági fenntarthatóság kapcsán beszélünk, ugye a jövőben olyan környezetet kell számunkra biztosítani, ami olyan, mint a miénk, vagy annál jobb. Na most ez a kezdeményezés ezt segíti, tehát olyan kulturális környezetben nőjenek bele, ami a miénknél jobb. Azt gondolom, hogy rengeteg hatás ér valamennyiünket ebben a 21. században, és nagyon-nagyon fontos, hogy megtaláljuk a jót, az értékeset könnyen. A tanár nagyon sok munkát tesz abba, hogy jó órát tartson. Nagyon-nagyon fontos, hogy jó előadókat halljanak. Például ebben a MÜPÖ által összeállított fantasztikus széles spektrumban láthatják, hallhatják majd muzsikálni a bécsi filharmonikus zenekart, a világhírű karmester Zubin Méta vezényletével. Ugyanígy nagyon nagy élmény lehet majd a korabarok vagy reneszánsz művek megszólaltatásánál René Jacobs és együttese. Ugyanilyen fontos a nemzeti filharmonikusok felvétele Kocsis Zoltánnal, látni még őt vezényelni. Ezek fantasztikus élmények lehetnek, inspirálóak mind a tanárok, mind a gyermekek számára. Nemzeti Köznevelési Portálon, az nkp.hu címen, ott van egy médiatár, ha regisztrálnak a kedves tanárok, akkor ott elérhetőek ezek a számukra készített felvételek.